Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, Önök az Aktuális látják. Nemrégiben sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Békéscsabai hulladékválogató mű most már rendesen működik. Ugye folyamatosan most próbaüzem zajlott heteken keresztül, megnézték, hogy minden rendben található, és van-e akadálya a működés elindulásának. Hát úgy tűnik, hogy nincsen szerencsére, tehát a körülmények adottak ahhoz, hogy elinduljon a hulladékválogató mű. Vendégünk a stúdióban Molnár Sándor, a DARE társulás elnöke. Üdvözlöm! Jó estét kívánok én is mindenkinek! A térségben élők számára először talán kezdjük azzal, hogy mekkora a jelentőséggel bírhat ez a mű? Ugye közel 90 önkormányzat közösen döntött úgy 2006-ban, 2008-ban, hogy egy ilyen pályázatot nyújt be, nem csak azért, hogy ez a válogató mű létrejöjjön, hanem maga az a hulladékkezelési rendszer, ami korábban volt gyakorlat, az megváltozzon, hiszen szinte minden település határában volt kisebb-nagyobb szeméttelep, amelyeket fújt a szél, mosta az eső, tehát nem egy túl szép látvány volt, és természetesen a környezetre is elég károsak voltak. Így a DAREK társulás néven létrejött önkormányzati társulás nyújtott be pályázatot, egyrészt ezeknek a települési hulladéklerakóknak a rekultivációjára. Ez lezajlott minden településen, és lezárták a régi lerakókat. A másik része pedig egy olyan rendszernek a kifejlesztése, amelyben a megfelelő színvonalnak, körülményeknek és az elvárásoknak történő hulladékgazdálkodás folyhat, amelynek egyik sarokpontja az, hogy minél több részét a szemétnek kiválogassuk és újra hasznosítsuk, amit csak lehet. Ennek a szíve és lelke ez a Békéscsabai válogató mű, hiszen a szemetet eddig is begyűjtötték, eddig is szállították a vállalkozók, de maga a válogatásnak ilyen szintű formája az nem volt, és mondhatjuk, hogy ez a Békéscsabai válogató mű, ez országosan ez az egyik legkorszerűbbek közé tartozik. 2015-ben már átadásra került, sajnos mindenféle egyéb okok miatt több mint egy évig nem sikerült elindítani, és most egy új koncepció alapján megszerezve a szükséges engedélyeket, beindítva az egyéves Csipke-Rózsika álmából ezt a válogatót, gyakorlatilag most értünk el oda, hogy teljes kapacitással képes működni. Ez azért nagy jelentőségű, mert innentől kezdve, hogy ez a válogató kapacitás rendelkezésre áll, innentől kezdve teljesen más lehetőségek vannak a szolgáltatás nyújtása terén a lakosság számára is. Ugye nagyon sok kis településen volt, ahol nem is hetente, hanem attól jóval ritkábban szállították el a szemetet. Jogszabályi előírás, hogy most már kötelező legalább heti egy alkalommal elhordani a szemetet. Ez nyilván mennyiségében nem hiszem, hogy fog növekedni, hiszen attól, hogy sűrűbben ürítik a kukát, még nem keletkezik a lakásba több szemét, viszont közegészségügyi szempontból mindenféleképpen előnyös. És a másik újdonsága, hogy a családokhoz, házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer tud elindulni. Magyarul a családok kapnak majd egy-egy ilyen kukát, amelybe külön tehetik azokat a haszonanyagokat, a papírt, a műanyagot, a fémet, amit már úgymond otthon a családok előválogatnak. És majd így kerül be a Békéscsabai válogató műbe maga a szelektív kukából is a szemét, ahol egy további válogatási szakasz következik, ahol a gépi, illetve kézi erővel is tovább válogatják a hulladékot, és kinyerik belőle a haszonanyagot. Az így megmaradó, a családoknál megmaradó egyéb vegyes hulladék továbbra is a szürke, vagy kinél milyen színű kukába kerül bele, amit ezután is összegyűjt a kukáskocsi, és ugyanígy a Békéscsabai válogatóba hoz be, és igazából ez az újdonság ereje a mostani rendszernek, hogy a vegyes szemetet is tovább válogatja ez a berendezés, mindenféle technikai segítségek útján, és gyakorlatilag még a vegyes szemétnek is közel 40%-át kinyeri belőle a haszonanyagot, és az is értékesítésre tud kerülni. Ha így ezt összevetjük az egészet, akkor egy jelentős mértéke, ami eddig lerakóra került, annak egy jelentős része visszakerül a gazdaságba és hasznosítható anyag lesz, és csak egy kis töredéke megy továbbra is a lerakókra, amit már ugye megtartott a megyébe két ilyen lerakó maradt, a Gyomai és a Békéscsabai. Ezek a lerakók bőven hosszú-hosszú éveken keresztül is el tudnak helyezni. Ugye a lakosság szempontjából azért az is fontos, hogy milyen gyűjtő edények kerülnek majd hozzájuk, hogyan néznek ki, és tájékoztatják-e a lakosságot arról, hogy pontosan mit
miben és hogyan kell, hogy összegyűjtsenek ugye szállítás előtt, mert hát azért ez is igencsak jelentős részét képezi ennek a történetnek. Így van, tehát minden rendszer annyit ér, amilyen jól tudják használni a rendszerhasználók. Tehát ahogy ennek a bevezetése megtörténik, ez most 2017 első negyedévében fog folyamatosan minden településen végbe menni. Mindenhol értelemszerűen a kukák kiosztásáról és azoknak a használatáról lesz egy tájékoztató anyag kiküldve a lakosoknak, illetve ahol szükséges, ott lakossági fórumot is tartunk erről, és ott szépen bevezetjük a lakosságot ennek a rejtelmeibe, hogy hogyan is kell ezt kezelni és okosan használni, hiszen az az ő érdekük is. Ugye ennek a rendszernek a beindításával, a többlet szolgáltatásokkal párhuzamosan nem fog emelkedni a hulladék szállítás díja, tehát ugyanannyit fog fizetni a lakos ezután is, mint eddig. Az önkormányzatoknak sem kell hozzátenni plusz forrást. Ennek az a lényeg, hogy a kinyert haszonanyag értékéből az állam, amit ezután értékesít, abból tudja finanszírozni gyakorlatilag ennek a szállításnak a rendszerét. Természetesen a későbbiekben bele fogunk abba menni, hogy hogyan is néz ki ez pontosan, meg a válogató üzembe, hogyan néz ki a szelektív hulladék kezelése, de mondjuk úgy, hogy egy kicsit most akkor a végére elnézhetünk. Mi történik? Miket tudnak készíteni ezekből a, hát mondjuk úgy, újra hasznosított hulladékokból, és ténylegesen a gazdaságélénkítés szempontjából ön szerint ez mekkora jelentőséggel bír, hogyha így visszaforgatjuk ezeket? Mindenféleképpen ugye azt tapasztaljuk, hogy a világgazdaságban is maga a nyersanyag az nagyon-nagyon nagy érték, és az egyik legnagyobb energia és hulladéktermelő része a nyersanyag kinyerés, hiszen tudjuk, hogy akár papír előállításnál mennyi fát kell felhasználni, akár a műanyag származékok előállításánál a kőolajból mennyi egyéb vegyi anyag keletkezik. Nyilván ezeket mind meg lehet spórolni akkor, hogyha ezeket már a egyszer felhasznált nyersanyagból vagy csomagolóanyagból vissza tudjuk nyerni, hiszen akkor mindez az előállítási folyamat ez megtakarításként jelentkezik, egyrészt gazdaságilag, másrészt pedig környezetterhelési szempontból is. Tehát a gazdaság jelentősége itt csapódik le. Gyakorlatilag ezekből az anyagokból, a kinyert fémből ugyanúgy bármit lehet készíteni, mint az eredeti anyagból, megfelelő tisztítás után. A papírból is ugye rengeteg olyan csomagolóanyag tud még készülni, ami nem igényli azt, hogy erdőket vágjanak ki, hiszen azért a papírfelhasználás nagy része az a csomagolóiparban történik, és ugyanúgy a műanyagnál is éppen étkezési célú műanyagot nem tudnak belőle kinyerni, vagy csak nagyon drágán, de bármilyen csomagoló vagy mezőgazdasági célú hasznosítást, vagy akár éppen kukákat, vagy virágcserepet, vagy bármi egyébet lehet ezekből ismételten készíteni, ami nagyon-nagyon sok energiát és ásványi anyagot kímél meg. Vannak egyébként számadatok, vagy ilyen jellegű tanulmányok, hogy de az ide tartozó önkormányzati társulások, az ottani lakosság mennyien úgymond szemetet, felhasználható hulladékot termel, hogyha itt megnézzük mondjuk a műanyagot, vagy a fémet, amiből utána ugye el lehet készíteni ezeket a használati tárgyakat, akár alkatrészeket majd a jövőben. Így van, ugye eleve jelenleg a Derek Társulásnak 90, közel 90 település a tagja, de most azon igyekszünk és azon próbálunk dolgozni, hogy földrajzi tekintetben, ami üzemszerűen, logikusan szervezhető, azokat az önkormányzatokat próbáljuk egybe tartani és közös hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetni. Így most az a célunk, hogy azokat az önkormányzatokat is bekapcsoljuk, akik eddig esetleg nem csatlakoztak a Darekhez, de földrajzilag ehhez az egységhez tartoznak. És ha ez megtörténik, akkor több mint 400 ezer lakost fog tudni kiszolgálni ez a rendszer. Ami, hogyha azt az átlag számot nézzük, hogy hetente egy átlag család 8-10 kiló szemetet tesz ki éves átlagba, akkor fel lehet szorozni, hogy ez egy bődületes mennyiségű szemét, halom, aminek, hogyha egyrészt a vegyes hulladékból a 40%-át, plusz még a szelektív hulladékgyűjtés 100%-át fel tudjuk dolgozni, akkor maguk a számok mutatják meg, hogy az irdatlan mennyiségű több foci pályányi szemét lerakásától szabadítjuk meg évente ezt a régiót, és ez vissza tud kerülni a gazdaságba és hasznosulni tud. És hát ez környezetvédelmi szempontból is gondolom, hogy kiemelt jelentőséggel bírhat. Mindenféleképpen így van, és hát nem beszélve arról, hogy eddig mi ugye a zöld hulladék kezelésen volt mindenhol megoldva, ezt az előbb nem említettem, de
természetesen a zöld hulladékgyűjtés is része a rendszernek, sőt még a vegyes hulladékból is, amit lehet komposztálható anyagként vagy haszonanyagként kinyerni, az is külön válogatásra kerül, és ez a komposztálható anyag is egyrészt a mezőgazdaság számára is fontos alapanyagként hasznosul, másrészt akár energiatermelésre is hasznosítható. És akkor így a beszélgetésünk végére, azt már tudjuk-e, hogy mikor indulhat be teljes kapacitással a mű? Már december 1-től volt egy önkormányzat, ahol a Darek társulás látta a közszolgáltatást. Január hónapban további 40-50 önkormányzat csatlakozott ehhez a rendszerhez, és március végéig szeretnénk 90-100 önkormányzatra bővíteni ennek a rendszernek a igénybevevőit. És a teljes kapacitást is így április elejére tervezzük, hogy akkor fogja elérni azt a üzemméretet, amit hosszú távon fent lehet tartani. Gyakorlatilag ez lesz az a szint, amivel tud gazdaságosan is működni ez a rendszer, hiszen jelenleg a szabályozók is úgy működnek, hogy minél nagyobb területen, minél nagyobb kiválogatási intenzitással, minél jobb eredménnyel tud működni a válogató, annál magasabb a finanszírozás is állami oldalról, tehát mindenkinek az az érdeke, hogy ez jól működjön és minél nagyobb területet szolgáljon ki. A lakosság részéről pedig hosszú távon ugye az ott fog jelentkezni, hogy ez valóban jól működik, és a haszonanyagból minél több bevételt tud a rendszer képezni, akkor akár a lakossági díjak csökkenése is kilátásba helyezhető. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. A továbbiakban még beszélgetünk a Békés Csabai hulladékválogató műről, mégpedig annak működéséről, hogy milyen gépek vannak ott, és mindent átnézünk még. A következő vendégünk pedig Sövegjártó Zalán már itt a stúdióban, aki kezelési és hasznosítási igazgatója a Dare Bázis ZRT-nek. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Ugye van ennek a hulladékválogatónak, ennek a hulladékkezelőnek úgymond, amiről beszélgettünk, egy különlegessége. Mi történik itt a kommunális hulladékkal? Igen, ennek a hulladékválogatónak az a különlegesség, hogy ez a kommunális hulladékot is tudja válogatni. Az eddig létesült válogatók, azok mindig a szelektív hulladékot, tehát a sárga zsákban, sárga kukában gyűjtött hulladékot tudták válogatni. Ez a válogató viszont képes arra, hogy amit a lakosok kiraknak otthon a szürke-fekete kukájukban, abból a hulladékból is vissza tudjuk nyerni az anyagában hasznosításra alkalmas hulladékokat, tehát a PET palackot, a papírt, a fóliát, a fémeket, akkor a kompozit hulladékot. Képesek vagyunk kiválogatni egy úgynevezett RDF hulladékot, ami egy tüzelő anyag, amit a mátrai erőműben vagy a cementgyárakban el tudnak égetni. Itt a válogatás végül is az, hogy minden, ami égetése alkalmas, azt ki tudja válogatni ez a berendezés, és tud úgy válogatni, hogy ne kerüljön bele a tüzelőanyagba olyan hulladék, aminek az égetésével környezetszennyezés vagy környezetkárosítás történne, illetve kiválogatásra kerül az összes szerves és anyag, tehát mondjuk a narancsnak a héja, a krumplinak a héja, ha beledobjuk a zsömlét, azok is egy külön frakcióban keletkeznek mi nekünk, amit komposztálni és biológiailag stabilizálni tudunk, hogy amikor a maradék hulladék, ami körülbelül a bejövő hulladék mennyiségnek a 60%-a, az amikor lerakásra kerül, akkor ne legyen már egy biológiailag dolgozó, erjedő, büdös szakhatást kibocsátó anyag lerakva, hanem egy stabil hulladék kerüljön már a hulladék lerakóra. Van ugye egy komposztáló mű, vagy lesz egy komposztáló mű, ez már készen áll egyébként a működésre? A telephelyen valóban található egy komposztáló is, ahol a projekt területen vagy a társulás területén begyűjtésre kerül zöld hulladék kerül komposztálásra, és komposztot fogunk belőle állítani, és ott történik ennek az előbb említett szerves frakciónak és a biológiai stabilizációja is. Ezzel utána a jövőben egyébként mi fog történni majd? A komposzt az végül is már most is felhasználható lenne akár a városgazdálkodásokban, és a célunk az, hogy az a szerves frakcióból is egy olyan anyagot tudjunk előállítani, ami felhasználható lesz valamilyen termelés, növénytermelés javításakor. Mekkora jelentősége van egyébként, hogyha belegondolunk ennek, amiről elkezdtünk beszélgetni az elején, hogy a kommunális hulladékot tudja így, hát mondjuk úgy szortírozni, begyűjteni ez a válogatómű? Azért
nagyon nagy ennek a jelentősége, mert az eddig létesült művek vagy csak a szelektív hulladékot tudták válogatni, igen, vagy pedig a kommunális hulladékból csak ezt a tüzelőanyagot tudták előadni, és akkor azt tudta kiválogatni, ami az égetésre alkalmas. De akkor az égetésre kerültek olyan anyagok is, amik jók lennének anyagában hasznosítására, és lehetne belőle mondjuk újra PET palack. Tehát egy nagyon jelentős mennyiségű anyagot nem kell újra előállítani, hanem újra hasznosított anyagból előállíthatóvá válik. Ez körülbelül a beszállított hulladék tömegének a 10-12%-a. Tehát ha bejön ide mondjuk 100 000 tonna, akkor egy év alatt 12 000 tonna anyagot nem kell előállítani, hanem ebből pótolható, vagy innen pótolható. Na most akkor nem tudom, hogy mennyire egyszerű a működési mechanizmus, vagy mennyire tudjuk a tévénézőknek egyszerűen elmagyarázni, hogy mi is történik. Hogyha még mindig maradunk ugye ennél a kommunális hulladéknál, a szelektív gyűjtésről már beszélgettünk, igen, hogy ez hogyan zajlik, hogyan működik már ott a telepen? A leglényegesebb pontja az egész válogatási folyamatnak ezek az úgynevezett optikai válogató berendezések, amelyek a válogató sor részei a válogató csarnokban. Ezek az optikai válogatók, ezek a spektrofotometria elvével működnek, ez annyit jelent, hogy van egy kamera a futószalag fölött, és ő látja, hogy mi halad el alatta, most nagyon leegyszerűsítve, meg tudja különböztetni a papírt a fúrnyától, meg tudja különböztetni a fehér PET palackot a kéktől. A berendezésen be van állítva, hogy ő neki éppen mit kell kiválogatnia, amikor a szallag végére ér az adott anyag, akkor a levegő segítségével fúj egyet, és egy kicsit messzebb repül, a következő szallagra repül. Ezek a következő szallagok be vannak vezetve a válogató kabinban, ahol az emberek állnak, és a kezükkel leszedik, de csak a szennyeződést. Tehát amikor a kék PET palackkal fújódik egy kis papírdarab, akkor ők kiszedik belőle a szennyeződést, és ez a nagy csoda ebben a válogatóban, hogy még a szelektív válogatás, meg más válogatók esetében mindig az összes anyagot le kell szedni a kézi válogatóknak, és nagyon nagy munka mondjuk leszedni óránként 4-5 tonna fóliát, addig itt Békés Csabán csak a 4-5 tonna fólia közé keveredett 100 kg szennyeződést, meg idegen anyagot kell kiválogatni sokkal kevesebb munkerővel, és sokkal gyorsabban és hatékonyabban. Igen, ez lett volna még a kérdés, hogy mennyire van szükség mondjuk ugye emberi kézre, vagy emberi munkaerőre, hogy ténylegesen kell, sokan kellenek ehhez, vagy elég néhány ember? A válogató műben egy műszakban 27 fő dolgozik a csarnokban, ebből 12-en állnak olyan szallag mellett, ahol ilyen ellenőrző válogatást végeznek. Az ember elkerülhetetlen benne, de a munka 90%-át elvégzi az optika, vagy az optikai válogató, de ezt a 12 embernek ott kell állni mellette, mert különben az idegen anyagok aránya fölmegy 2-3% fölé, amit pedig a hasznosítók nem szeretnek. Tehát a hasznosító csak PET palackot szeretne venni, és nem szeretne hozzá egy 10%-nyi papírt vásárolni. Ezért a 12 ember nélkül nem tudna működni a válogató. A másik 12 fő, aki ezeket a berendezéseket kint üzemelteti, a rakodógépben ül, a targoncán ül, a futószallag mellett, ott van is figyeli, hogy ne legyen dugulás vagy elakadás a szallagon. Ez van három fő nekünk műszakonként, aki folyamatosan takarít, mert hogy hulladékkal dolgozunk, mindig potyog le valami. Ez egyébként egy hatalmas, hát mondjuk úgy, hogy mechanika, műszaki eszközök, rengeteg válogató mű, stb., ami itt található. Na most jobban belegondolva, ugye ezeknek szüksége van arra, hogy áramellátás és hasonlók. Na most ezeket mondjuk a kommunális hulladék újrahasznosítása, a szelektív hulladék gyűjtésből és gazdaságba való visszaforgatásból, ezt is lehet-e mondjuk úgy hát kezelni, vagy tehát, hogy ezeket az összegeket ki lehet-e gazdálkodni? Hogyha arra gondolok, önfenntartó tud lenni a mű. A folyamat nagyon bonyolult, mert itt nem csak a DARE Bázis ZRT a szereplője az önfenntartásnak, hanem a NHKV ZRT, ez a Nemzeti Hulladék Koordináló ZRT, de maga a mű, hogyha azt nézzük, hogy amennyit hoz és a költségeit összehasonlítjuk, akkor pozitív és önfenntartó. Mennyire különleges egyébként ez a mű, és mennyire mondjuk hogy a kor követelményeinek megfelelő? Beszéltünk már róla, az elején érintettük, hogy ez azért ténylegesen egy igen hatékony rendszer és igen profi. Magyarországon jelenleg tudomásom szerint nincsen másik működő válogató mű, amely kommunális hulladékot válogat, és ilyen sok optika van benne. Tehát emiatt már eleve a legnagyobbnak, vagy a különlegesnek tekintető, a másik pedig a kapacitása.
Ez a mű két műszakban képes évi 120 ezer tonna hulladék feldolgozására, ami egy nagyon nagy kapacitásnak tekintető, illetve még egy dolog van, hogy ebben a műben található egy darab röntgensugaras hulladék válogatógép, amely arra hivatott, hogy ebből a szerves frakcióból, tehát a narancshé, a banán, hé, meg a kenyér közül ő ki tudja válogatni, ami közé keveredne kődarab, vagy üvegdarab, vagy akár még a csontot is fölismeri, és ki tudja válogatni, hogy minél tisztább és minél jobban újrahasznosítható szerves anyagot állítson elő. Tehát úgy gondolom, hogy minden szempontból ez egy különlegesség, ez a válogatómű. Ez a 120 ezer tonna, amiről ön beszélt, ez mennyi? Tehát hány család mondjuk úgy hulladéka, éves szinten, stb. Ezt hogy kell számolni? A 120 ezer tonnát, hogyha megnézzük, az mi már kiszámoltuk, hogy durván naponta 500-550 tonna. Hogyha csak viszonyítani akarunk, akkor egy darab kukásautó, ami az utcán közlekedik, az mondjuk a 8 és 10 tonna között szállít. De amíg 10 tonnával is számolunk, akkor az 55 darab kukásautó egy napon. És egy lakosságnál meg keletkezik mondjuk a 120 literes kukába 20-25, maximum 50 kg. Tehát az 50 kg és az 550 tonnát, hogyha próbáljuk, ez egy óriási mennyiség. És ön ugye természetesen kívülről belülről ismeri ezeket a gépeket, és hát tisztában van azzal, hogy vannak-e teszem az gyermekbetegségek. Ugye beszéltünk az elindulásról, hogy ez nem sokára megtörténhet. Tényleg van-e olyan, amit még kezelni kell, meg kell oldani, vagy hát csak a beállításon kell finom hangolni, hogy vannak még ilyenek azért? A beindulás megtörténtnek tekinthető, tehát az összes gép, a teljes gépsor üzemel lassan több mint két hete. De minden, mint ahogy minden berendezés, tehát a legegyszerűbb Esztergo gépet is, vagy bármit, de ha egy bármilyen ipari gépet nézünk, amit mindent folyamatosan karban tartani kell, és hozzá kell állítani az általa kezelt anyaghoz, vagy a vele kapcsolatban lévő dolgokhoz. A hulladék természetesen minden nap hulladék, de minden nap más. Tehát, hogyha süt a nap és tavasz van, akkor a hulladék is szárazabb, de viszont sokkal porosabb. Ha tél van, de ha nyár van és a dinnye szezon van, akkor már nagyon sok a nedvesség a hulladékban, mert nagyon sok dinnyehéjat dob ki a kedves lakosság. Ha tél van, akkor meg egy kicsit ilyen fagyosabb, darabosabb, de mégis nedves. Tehát a folyamatos ezeket a beállításokat kell most az elkövetkező egy évben kitapasztalni nekünk, mint üzemeltető személyzetnek, hogy amikor nedves hulladék jön, akkor egy picit hogyan reagálunk rá, amikor szárazabb, akkor hogyan reagálunk rá. A berendezések 2015-ben üzembe lettek állítva, mindegyik alkalmas arra a feladatra, amire az Arebázis ZRT vásárolta őket. Az elmúlt két évben megtörtént úgymond ez a durva beállítási procedúra, ki lettek cserélve mindenben az olaj, minden be lett állítva arra a szintre, hogy tud működni, de ez a finom beállításnak az egy éve az még előttünk van. De viszont azt a kapacitást, amit neki tudni kell, azt tudja a berendezés. Hát sok sikert és jó munkát kívánok a jövőben. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. A békéscsabai hulladékkezelő műről volt szó a mostani aktuálisban, illetve arról, hogy mennyire mérföldkő ez a hulladék válogatásban, a hulladékkezelésben, majd térségünkben és a csatlakozott önkormányzati társulások életében. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!